Na, szavaztok! Hát kijöttem egy kis januári tavaszi féderezésre. Hihetetlen, de ilyen idő van. Ez még engem is egy kis békés halas pecára sarkal. Úgyhogy a parttól egy 5-6 méterre pecázom, egyikkel a nádcsomó előtt, másikkal itt előttem. Beleúszás már volt is. Majdnem leborította a botot, de nem kapás volt, mert oldalra vitt el. Most dobtam be 10 perce. A legegyszerűbb metód kaja. Ebből a fekete. Egy kis matchfishinges aquagarant pellet. Az egyiken a 25 g-os metód kosár melléjén mini wafters, a másikon egy kicsit nagyobb, ilyen 8-as, 10-es. Ennyi. Na, hát egy szebb keszeg jött eddig. Aztán volt egy kis műszaki hiba, mert kicsit nagyobb csalit raktam föl, aztán beleszorult a metód kosárnak a rácsába, úgyhogy úgy nehéz halat fogni. Most ezt orvosoltam, ezt a hibát. Érdekes módon a nagyobbik csalira volt kapás. Mi több, a nehezebbi. Azon egy 40 g-os kosár van, a másikon csak 25. Kicsit megszáradt a kajám. Ilyenkor kéne a spriczni, ami most nincs nálam, mert éppen csak nedvesíteni kéne rajta. Egy nagyon-nagyon keveset kell. Aztán, ha meg túlvizezem, akkor meg nem bont rendesen. Hát ezt jónak ítélem, egy nagyon picit még száraz, de ez azért van, mert most nem áztattam be előre a aprószemű pelletet, és így a pellet menet közben elszívja a nedvességet, aztán ilyenkor hozzá kell néha nyúlni. Na, hát levettem azt a nagyon nagy csalit. Még jó, mert földagadt vagy 16-osra. Úgyhogy ezt levettem. És visszajöttem egész közelre, mert nekem az a sandanyom akkor is, ahogy erősödik a napsütés, ezek itt lesznek egészen kint a part szélében. Úgyhogy még egy kicsit várok a balossal, de ezt is vissza fogom ide rakni, ide a 5 méterre. Még annyira se, 4-re. Figyeljétek meg, hogy itt vannak kint a part szélében. Ja. Át is tettem. Én maradok abban, amiben hiszek. Mind a kettő itt van most 3 méterre a parttól, ahogy elkezdtem. És ahova picit megnedvesítem a kajámat. Oda van. Nem mennyire látszott. Mindig gombócodik. Ide le van téve a nála le. Óha, ez azt megindult. Pedig csak kis pontja, hogy elcsavartam. Nincs is jobb, mint mikor a merítőt a izébe rakod a bokorba. Csavarta rendesen. Akkor egy kicsit is fogyka. Most már viszont itt télen alig tölt kaját a metott kosárba, mert bőven sok. És igen, minden jött a partalon. Remélem, hogy van nagyobb tesónő is itt. Na, azt láttam, hogy elengedte, de mondom, rácsavarunk egyet. Majd mindjárt megvizsgatom, hogy ott mi a brokkancs van. Lehet megint beragadt a metott kosárnak a rácsába a csali. Meg is nézem. Direkt nem cibálom, hogy lássam, de nem. Pedig nem. Nagyon érdekes. Nem akarom, hogy beragadjon, akkor ezt szoktam csinálni. Habár megfogom így a holgot, úgyis ide dobok csak 1-2 méterre, csatornákon is így szoktam, hogy ne vesztegessem az időm abban, hogy néha-néha nagyobb bacska csalig berakadnak a féder kosárnak a ez pedig most top helyre ment. Ez halé ment. Jó, úgy láttam, hogy ez nem lesz meg. Rázta, mint a bolond. Mit rúg rajta? Már majdnem rávetődtem. Itt emelkedtek a... Gyerek jön, onnan gyere ki. Ez sem az a csúnya nagy. De legalább halakka. Kis ponty. Mézit meg kell szabadítani az etetőanyagból. Hogy az ördögbe. Na hát ez marha jó. Mézi megszabadítva. Talán ez egy picit jó. Nem. Hát... Szó szerint picit. Vagy még picit sem. Csak virgoncabb volt. Ja, ezek a kis telepítettek vannak most, úgyhogy most csali méret növelés jön. Mert ezek a kis nokedlik jönnek. Na, most a jobbosra visszaraktam a nagy böszme csalit. A balost arrébb tettem egy pár méterrel. Avval a hátsó gondolattal, hogy ugye van ott benne egy kis etetés, szorgoskodnak körülötte a kicsik, hát ha a nagyobbak meg arrébb jönnek, mennek. Ez a nem horgászunk az etetésen, hanem mellette pár méterrel, ez inkább egy nyári technika, ott már nagyon sokszor bejött nekem még. Féderezésnél is, bojlizásnál is, hogy az apró nép ott van az etetésen, de ha nem arra vagy kíváncsi, akkor arrébb mész 2-3-5 métert, az be szokott jönni, de hát így télen, tavasszal nem tudom. Na, lassan befejezem, mert egyre hülyébben fúj a szél. Egyre inkább 1:30 van, 2 körül haza kell érnem, és egyre inkább csak kis pontyok jönnek, úgyhogy szerintem ez volt az utolsó dobás, szóval legfeljebb a hétvégén még megnézem máshol is. Ha lesz kedvem, bár én ragadozózni jobban szeretek. Én szerintem egy-egy kapást megvárok. Aztán ha vesz. Bár az idő egyébként jó a széltől függetlenül folyán. Bebújok itt a kis, jó fő vagyok öltözve. Nagyon nem gubózhatok be, mert akkor bealszom. Egy spori közben írt TikTokon, hogy ő lát engem. Hát mondta, hogy hát ott van a susnyákosba. Ott. persze, terepszín ruhába hogy látnám? Ő meg lát engem itt ebbe a virgonc kék munkaruhába. Na. Az érdekes, hogy ez nem lett még. Pedig ez azért határozottan jó volt. És pont beleütöttem, mikor elkezdte húzni. Na hát, na hát. Na. Utcsódobás. Visszatettem egy bicipicit, de még mindig beljebb van a nád mögött a nagygolyóval. Mézes smokeballlal. Bár már nem smokol, de nem raktam föl ezért most újat. Egy dobásért. A másik szintén egy icipicit beljebb. Hát ha kicsit értelmesebb méret is jön, és nem csak a etetésen sertepertélő kis 25 centis kis pontyok. Mert azokat már nem lyukazgatnám fölöslegesen. Ugye, hogy ő ilyen nagyobb golyó, picit nagyobb ponty. Csak. És most húzzam másikat is. Na, hát ez nagyon jó. Csak ilyen a vigyel. Szépen vereti a másikat közben. Remélem, azt nem kell majd meríteni. Az legalább nincs meg. Bár azt se értem, hogy hogy nem lett meg dupla kapás. Na, hát ez befejezésnek van jó. Az majd méretes pocska lenne, ha elvinném, de nem fogom. De ez így pont jó volt befejezésre. Kicsit nagyobb csali, csak meghoztam méretes pontyot. Kis szagár nélkül még így is, hogy megfogtam. Ekkora golyót még elbírta. Hát éppen méretes lenne talán. Na hát gyerekek, ez így pont jó volt befejezésnek. Szevasztok!